Hardcore Tina vagyok, nézd te is az NHL TV. Egész napos szurkolói fesztivállal hangoltak a szurkolók az Alba Volán szezonbeli első mérkőzésére. Persze a fő attrakció a meccs, illetve a meccsek voltak, mert hogy kettő is volt belőle. Előbb kora délután a szintén az osztrák bajnokságban induló U18-as és U20-as csapat egymás elleni derbije csábította a jég mellé a szurkolókat, majd jöttek a nagyok. A nyáron igen komoly vérfrissítésen átesett csapat és Márti Raymond bemutatkozására több mint 2000-en voltak kíváncsiak. A legjobbjait így az egykori fehérvári Nagy Gergőt nélkülöző Molligában induló Érsekújvár ellen ugyan döcögött a játék, de ez így is van rendjén az első meccsen. Új edzőt kaptunk, más az elképzelés, mások a taktikai elemek, mind emberelőnybe, emberhátrányba, 5-5-be, úgyhogy egy teljesen más felépítésű csapat fog jégre lépni az idén. Azt nem mondanám, hogy a csapatépítéssel készen vagyunk, hiszen még azért nagyon sok hátra van. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki egy oldalon van, és ez nagyon jó. Egy jó csapat van itt kialakulóban. Én azt hiszem, és hát ez a legfontosabb szempont, hogy mi öregek átadjuk a tudásunkat, és hogy segítsük őket ebben a mély vízben, megtanítsuk őket úszni. Az Eberre készülő Fehérvár az első harmadtól a kapuja elé szegezte ellenfelét, de gólt csak a második játék részben ütöttek, egyet az elején, egyet a végén, majd a záró felvonásban ezt megtoldották további néggyel. A vendégek csak szépíteni tudtak, így a Volán nyert 6-1-re. A mai mérkőzésen a csapat keményen dolgozott és biztató jeleket lehetett látni a csapat játékában. Célunk az, hogy egy olyan gárda legyen, amelyik támad, megy előre, nem várja a lehetőséget, hanem kialakítja azokat, és azt gondolom, hogy ma ez megvolt. Az ember hátrányos, ember előnyös játékunk is jó volt, de hát még ezen azért kell csiszolni. A videóelemzés után ezt meg is fogjuk majd tenni. Összességében edzések monotonitását jól megtörte ez a mai mérkőzés, úgyhogy hasznos volt. Az elején vagyunk, de azért pozitív a mérleg, úgyhogy egy kis önbizalom kellene az új csapatnak, meg hogy egy kicsit összerázódjon. Úgyhogy az első lépést, és ami a legfontosabb, azt megtettük, én úgy érzem. Ezen az úton kell tovább menni, és hát nagyon hosszú még a szezon, úgyhogy sok van még előttünk. Sok a fiatal játékos, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki megkapja a lehetőséget, és hát aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul a jövőben ez a történet. Az Alba Volán szerdán Brassóba utazik, a jövő hétvégén ott játszik felkészülési tornát, ahol a norvég Rosenborg, az Érsekújvár és a Brassó ellen játszanak 1-1 mérkőzést.